Az első témánk pedig fiatalokról és fiatalok hivatásáról fog szólni. Itt van már velem a stúdióban Nagy Bálint Jezsvita atya, hivatásgondozó. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökkel, jó reggelt! Nem tudom, hogy mennyi nézőnk emlékszik, 2 évvel korábban beszélgettünk már egyszer az iránytűről, akkor még a régi stúdió felállásban, úgyhogy elevenítsük egy kicsit fel, hogy mi is pontosan ez az iránytű, mert most már több mint 10 éve minden évben megtartjátok. Az iránytű egy hivatás tisztázó műhelysorozat, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 2 szemeszterből áll, szemeszterenként 6-6 alkalom. 2 hetente szerdánként találkozunk a fiatalokkal, akik rászánják ezt az évet arra, hogy a hivatásukat tisztázzák, bármerre is hívja őket az Úr. Hogyan indult ezzel? Nem tudom, hogy te ott voltál 2007-ben az induláskor, de mi volt ennek az elsődleges célja, vagy miért hoztatok létre külön egy ilyen, hát ha nevezhetjük ezt képzést, vagy képzésnek mondjuk. Képzésnek, vagy kurzusnak, igen. Nem voltam ott, én 3 éve vagyok a teamnek a tagja, és részevő nem is voltam ebben az iránytűben, csak így beszálltam a teambe. Az alapgondolat azt hiszem, hogy Versegi Beáta nővéréktől indul el, és az volt az alapgondolat, hogy a különböző szeretesrendek, és először talán szeretesrendek, és utána pedig egyházmegyések, hogy dolgozunk együtt hivatásokért, hogy a cél nem pusztán az, hogy magunknak hivatásokat szerezzünk, hanem hogy tényleg segítség legyen, teret teremtsünk arra, hogy lehessen beszélgetni azokról a mozgásokról és témákról, amelyek feljönnek így hivatáskeresés közön, mert hogy egy nehéz időszak ez, nem olyan egyszerű a hivatást megtalálni. Ez milyen érdekes, hogy most készítetek egy ilyen műhelysorozatot, vagy egy műhelysorozatra hívjátok a fiatalokat, hogy segítsetek nekik. Mondtad, hogy te nem vettél részt ebben sohasem, de neked ki segített, vagy neked mi segített annó, hogyha visszaemlékszel? Fú, ez jó kérdés. A beszélgetések, azt hiszem. Én a Ferences gimnáziumban végeztem Esztergomba, és én fura, de én rögtön érettségi után léptem be így a jezsuitákhoz. És azt hiszem, hogy sok jó beszélgetés volt ferencesekkel is, meg jezsuitákkal. Ide jártunk templomba, Mária utcában még gyerekként, és így találkozások, személyes beszélgetések segítettek nekem annó. De lehet, hogy lett volna iránytű, akkor az is segített volna, nem tudom. Na és akkor ti hogy segítetek a fiataloknak? Mert mondtad, hogy 6+6 alkalom, 2,5 év alatt. Mit jelent az, hogy ez ilyen műhely sorozat? Mi is ez a műhely pontosan? A műhely az azt jelenti, hogy nem előadások hangoznak el, tehát nem az van, 5-en vagyunk a teamben, szerzetesek és egyházmegyések, papok, szerzetesek és papok, akik férfiak és nők, akik egy ilyen team alkalmat ajánlunk föl, illetve műhely alkalmat ajánlunk föl. Tehát nem előadásokról van szó, olyan alkalmak ezek, amikor azért hívjuk műhelynek, mert dolgozunk témákon. Hogy azt látjuk, az a tapasztalatunk, hogy nem a direkt válasz az, ami segít a hivatás megtalálásában, hanem egy térnek a megteremtés, ahol nem ciki beszélgetni arról, hogy mi történik, hogy mi az, ami megijeszt, vagy mi az, ami nehéz. És imádkozunk, különböző imamódokat gyakorlunk a 12 alkalom alatt, mert hogy ha van hivatás, akkor egy hívásra való válaszról, ha van élethivatás, akkor egy hívásra való válaszról van szó, amelyet el jól lenne megtalálni, vagy megérezni, hogy na ez az, vagy merni elindulni. És azt hiszem, hogy a témáink is, amelyeket hozunk, önismeret, istenismeret, kapcsolatok, életállapotok, mi hogyan döntsek jól, mitől ijedek meg, ezekről így ránézni. Vannak kiscsoportos beszélgetéseink, vannak gyakorlatok, van egy pár impulzus, amit mi adunk, és aztán pedig vannak ilyen házi feladatszerűségek, amelyeket azt javasoljuk, hogy otthon csináljanak. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy 2 hét azért elég sok idő, és ha mondjuk kap egy löketet mondjuk az egyik szerda este a fiatal, akkor mondjuk eltelik 1 hét, akkor úgy kicsit úgy leüllepszik, eltelik, aztán mondjuk 2 hét múlva már el is felejtheti, de ezek szerint nem, hanem akkor gyakorolni kell otthon is, vagy emészgetni egy kicsit ezeket a dolgokat. Egyrészt igen, emészgetni, másrészt vannak ima formák, amelyeket kérünk, hogy próbáljanak ki, legalább egyszer, kétszer, háromszor, hogy segítsége. Illetve vannak ilyen apró gyakorlatok, például beszélgess egy családanyával, hogy neki, ő megéli a hivatását, vagy mit érez akkor, amikor anyává válik, vagy beszélgess egy szeretessel, miből él, mi az, ami neki így erőforrás, vagy
örömet talál ebbe az útjába. És akkor ez csak egy gyakorlat, de hogyha ezt a két hét alatt sikerül így találkozni valakivel, vagy vannak más jellegű gyakorlatok, nézz vissza, olvasd el, figyeld, hogy mi történik benned, és akkor erről írj pár sort, és azt hozd el a következő alkalomra. És tehát azért műhely, mert ez a te munkád. Kicsit hát azért is iránytűnek nevezték el annó, meg ez egy nagyon találó név, mert hogy amit tudunk az emberek kezébe adni, az egy iránytű, itt van, de neked kell megtalálni az utat, neked kell érezni, hogy merre áll be az iránytű, amit te kaptál. És hát van egy ilyen alapfeltevés, hogy mindenki kapott egy ilyen iránytűt. Tehát, hogy van egy alap, nem éljük igaz ez, de hogy mindenkinek van hivatása. Vagy az Úrnak, az Istennek mindenkivel van valami álma, és hogy ez a feltevés az, ami a tímtagokat így motiválja, hogy na, hogy ebben mit találunk. Igen, és ez nagyon fontos, amit mondtál, vagy most döbbennek rá én is, hogy igen, mindenkinek van egy ilyen iránytűje, vagy mindenkinek van egy hivatása, csak kérdés az, hogy megtalálják-e a fiatalok, és itt most nem feltétlen ugye a papi vagy a szerzetesi hivatásra gondolok, hanem mondjuk pedagógus, vagy az anyaságra, mert hogyha nem találják meg, akkor viszont ott elég komoly problémák lehetnek a jövőben. A kulcs számunkra az, hogy ne annyira problémára, meg csomó félelem jön elő egyébként a hivatás témával kapcsolatban. Meg hogy miben nem vagyok jó, vagy mire nem vágyom. De az, hogy mi az, amire igazán vágyom, az egy iszonyú nehéz kérdés. Mert könnyebb megfogalmazni, hogy mások mire vágynak, vagy mi kéne, vagy mire kéne vágyni. De hogy tényleg mi zajlik bennem, vagy mi az, ami történik, arra rátekinteni, és hogy ott elindulni, és ugyanakkor, hogyha merem megkérdezni az Úrtól, és te mire vágysz? Vagy hogy mert rögtön így belül valami, hát mi van akkor, hogyha nehezet kér? Vagy mi van akkor, hogyha tuti apácának kell lennem, vagy papnak, vagy ilyesmi? És akkor ez nem olyan egyszerű ez így. Mert miért kérné feltétlenül az Istent valamit, ami nehéz lenne? De ezek érzések, amelyek megmozdulnak bennünk, és hogy ezzel találkozni, vagy egy tér, ahol nem ciki így szembenézni ezzel, vagy kapok eszközöket arra, hogy az iránytűt így észrevegyem, vagy ne ijedjek meg az iránytól, hogyha erre vagy arra mutat. Igen, itt a cikire még majd rátérünk, mert most már másodszor mondtad azt, hogy ahol nem ciki mondjuk beszélni erről vagy arról, de még itt az iránytű betájolásáról, hogy azért a külső hatásokat is említetted, és azért az is nagyon fontos, hogy mondjuk mit gondolunk, hogy a társadalom mit vár el tőlünk, vagy mondjuk a családunk, a barátaink, és azért a szülők is nagyon komolyan befolyásolnak. Ezeket hogy lehet egy kicsit semlegesíteni, és tényleg a, nem tudom, Istentől és magunkkal elrendezgetni ezt? Hát ez jó kérdés. Azt mondom, nagyon különbözőek vagyunk ezen a téren. Különböző családjaink vannak, különböző hátterünk van, és hogy kéne, az így kicsit erős ezt így általánosságban, na így kell, vagy ezt kell. Amit általánosan megmerek fogalmazni most, az valami olyasmi, hogy el lehet-e képzelni olyan teret, ahol otthon vagy, ahol merek, ahol nem kell tökéletesnek lennem, ahol nem kell mindent tudni. De van egy iránya az életemnek, az otthonnak van egy ilyen biztonsága, ahol bár látom a hibáimat, vagy egyre jobban ismerem önmagam, de látom azt a kapcsolatot is, vagy kapcsolatokat, amiben élek. És hogy azt hiszem, hogy amiről beszélek, hogy lehet ami zavaró, vagy nehéz, vagy nem tudok vele mit kezdeni, hogy elvárásokat így félretenni, az alapvető kapcsolat, amit az Istennel kapcsolatnak nevezhetünk, hogy az a tér, ahol abban a térben lehetek, ahol otthon vagyok vele, és merhetek így erre egyrészt rátekinteni, másrészt pedig így beszélni arról, hogy én nem akarom ezt, vagy én megijedtem ettől, vagy tényleg ezt kéred, vagy hogy hagyjatok már békén, vagy nem tudom, vagy ami nehezebb, amit érzékelek most, az egy olyan valósága a mostani fiataloknak, ami nekem picit új, de nagyon érdekes, nagyon izgalmasnak találom, hogy vannak ilyen belső feszültségek, hogy egyszerre élünk át. Például ilyesmit, hogy szabad akarok lenni, én akarom eldönteni, mit akarok. Érzés, és ugyanakkor ott vagy, mondjátok meg, mit kell csinálni. De ez a kettő, ez hogy lehet egymás mellett? Ez zajlik. Egyrészt vágyom arra, hogy egészen én döntsek, másrészt pedig, hogy mit csináljak? Mondjátok már meg. És vannak ilyen belső feszültségek, többet is észrevettem, ami nehéz. Tehát én fiatalként így ezzel hullámzok ebben. Egyrészt
hagyjatok békén, másrészt mondjátok már meg, mit kell csinálni. De mondtad ezt a hagyjatok békén, vagy hogy mondjuk jön a hívás, vagy mondjuk úgy elkezdődik a fiatalban lejátszódni, hogy mondjuk én akkor lehet, hogy szerzetes legyek, lehet, hogy pap legyek, és lehet, hogy mondjuk elsöpri, vagy szőnyeg alá söpri, vagy bezárja egy dobozba, de hogy az élete folyamán rengetegszer ez fel fog jönni, vagy hogy így elő-elő bukkan. Szerintem minden normális emberben előbukkan, tehát minden keresztény, vagy minden emberben, akit az Isten érintett, az belegondol, akkor valami van ott, mert az Isten egy jó lenni. Valamiért bármi is a hivatásunk, vagy hivatásod, hogyha egy picit így közel kerülünk a Szenthez, vagy az Istenhez, az jó, az nagyon vonzó, ott tényleg nagyon jól vagyunk. Csak van egy másik belső mozgásunk, de már a teremtés történettől kezdve ez zajlik. Tehát van levező kísértés, van egy belső mozgás, ami így ne menj oda, ne imád, ne bíz. Nézd már magadra, nem leszel jó anya, nem fogod megtalálni a párod, neked kell, papnak gondolod, hogy micsoda, hát nézd már körül, vagy nézd már a, mit tudom én, nehézségekre. Hát de ezért van az iránytű. És igen, kicsit tényleg, de tényleg, hogy van egy, azért látjuk ezt a műhelyt ilyen ajándéknak, mert hogy ott van egy közeg, akikben hasonlóan megmozdult ez. És még egyszer, az iránytű az nem, arra nagyon vigyázunk, hogy nem papságra, szeretességre vonzó valami műhely, hogy akkor majd itt valaki rábeszél arra, hogy papnak kell lenni, vagy szeretesnek kell lenni, hanem tényleg őszintén azt gondoljuk, hogy egy olyan térnek kell lenni, ahol szabad vagy, ahol neked kell érezni és látni, hogy az Isten mire hív. Na már, ha itt a hasonlatoknál vagyunk, akkor ti nem mágnes vagytok, hogy be vonzátok magatokhoz ezeket a fiatalokat, mert a mágnes mellett ugye nem működne az iránytű. Szóval itt tényleg, ahogy te mondtad, ez egy szimpla iránytű, és akkor azért megkérdezem, hogy volt-e már arra példa, hogy itt a fiatalok akkor valamilyen irányba elköteleződtek. Igen, azt látjuk, hogy segítség. Valaki nem rögtön tud dönteni, csak vissza-vissza néz arra, mi történt az iránytű ideje alatt, és tényleg segít számukra. Többen lettek egyébként házasok azóta, de többen lettek szeretesek papok. Sokan léptek be a szemináriumba, tavaly is hárman az iránytű műhelyről, szeretes nővérek is lettek, kezdik most az évet így. De ugyanúgy kapcsolatok születtek az iránytűben, ami szintén ajándék. De még valahogy számunkra az a fontos, hogy olyan, akik ott vannak, eszközöket és segítséget kapjanak a saját útjukhoz, bármerre is vezesse őket ez. Felírtam ezt a ciki szót, mert hogy ugye nyíltan, őszintén lehet ezeken a műhelyeken beszélgetni. Mik a legnagyobb kérdések, amik megfogalmazódnak ilyenkor a fiatalokban, vagy amiről talán nem mernek máshol vagy másokkal beszélgetni? A hivatás téma alapvetően érzékeny, mert hogy a lényünknek a legmélyét érinti. És ilyen identitás téma. Tehát ki vagyok? Alapoktól kell akkor indulni. De, mert a hivatás az ezt mozgatja meg mindenkiben. Tehát akár anyaként, vagy akár szeretesként, vagy ki vagyok? Illetve, hogy ki vagyok abban a kapcsolatban, ami ha létezik Isten, vagy hogyha ebben a körben is merünk nézni, akkor valahogy hol vagyok otthon? Mi az a hívás, ami életet ad nekem, ahol én is önmagam lehetek, de valahol az Isten is önmaga lehet előttem, ahol lehetünk otthon. És hogy ezek nagyon érzékenyek, főleg, hogyha olyan baráti társaságon van, ahol ezt így rögtön csak pár embernek tudom megfogalmazni, vagy tudom, hogy a szüleim ezt nem nagyon értenék így rögtön. Vagy... De már az is jó, ha pár embernek meg tudja fogalmazni. Abszolút. Mert gondolom vannak olyanok, akik konkrétan senkinek sem, vagy maximum a lelki vezetőjüknek, ha van. Szóval csak amit kérdeztem, hogy mi az, ami nehéz, vagy amikvel megküzdünk, az, hogy kit érdek, kivel lehet így beszélgetni? Vagy hol vannak azok a tereim, ahol ebből tényleg úgy tudok jelen lenni, hogy segítség nekem, és nem... De még így is egyébként az iránytű is, mire kialakul egy bizalom, az idő, vagy egy csoportba belépünk, hiába mozgat, ugyanúgy őszinték vagyunk, mire egy közösségben kialakul az, hogy tényleg lehetek, tényleg így találkozhatok magammal, tényleg így megfogalmazhatom azt, amit érzékelek, illetve azokat az eszközöket, amelyeket kapok, így ilyen imaformákat, vagy gyakorlatokat, hogy ez tényleg segítsége. Pár segít valakinek, pár meg más embernek fog segíteni. Szóval igen, tehát az iránytű az,
Tehát picit az, hogy ez egy emberi, egy közleg, ez egy műhely, de tényleg azt látjuk, hogy segítség. És még egyszer, az igazi küzdelem az belül zajlik. Az igazi nehézségek azok az magam már tudnom kéne. Kiszaladok az időből. Miért nem látom? Vagy miért szakadok szét belül? Két jó közül választanom kell. Mind a kettőt akarom, és nem megy. Na ezek igazán nehezek. Sok kérdés, és reméljük, hogy sok válasz is születik majd. Szeptember 13-a a jelentkezési határidő. Én remélem, hogy minél több fiatalnak tudtok majd segíteni. Úgyhogy köszönöm szépen, Bálint Atya, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.